Köszöntök mindenkit, a mai videó van. Reggel, amikor jöttem a munkahelyemre, Osváth Zsolt videóját hallgattam, pontosabban Kadarkadai Endre videóját, amiben Osváth Zsolt elmondta, hogy már másodjára is visszamondták az esküvő helyszínét, ami számomra nagyon furcsa. És elgondolkodtam, hogy miért lehet ez, mert egy helyen előfordul, lehet kifogás, és de ha második helyen ugyanazok az időkkal utasítanak vissza valamit, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi van mögötte. Amikor én kiírok valamit a Facebookomra, és ezt látja a munkahelyemből valaki, és megsértődik, akkor vállalom ezt, hogy megsértődik. Hiszen kiírtam valamit, ami nagyon penge jelen táncol. Én nekem ez a véleményem, másnak más. Nyilván intelligencia kérdés, hogy valaki ide jön-e hozzám, és velem beszéli meg, vagy rögtön az igazgatóhoz megy, hogy valaki ez, és ott panaszkodik. Nyilvánvalóan itt ez egy szokott lenni, és nem az, hogy ide jönnek hozzám, pedig az is lehetne. Nyilvánvalóan egy kiemelt közszereplőről beszélünk, vagy nem kiemelt, de közszereplőről beszélünk, aki baromira aránytalanul, egyensúlyozatlanul a baloldal pártját képviseli, amiben egyébként semmi baj nincsen. Ő ebben hisz, neki ez a véleménye, és ő ezt tartja követendő példának, de el kell fogadni azt is, hogyha valaki nem. És ugye ezt úgy teszi, hogy egyébként is maga a melegség is egy elég megosztó dolog ebben az országban, de egyébként máshol is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen módon az ember nem akar megfelelni, és mindig beleáll, és olyan lépéseket tesz, amivel tudja, hogy kihívhatja az emberek haragját, akkor nem kell ezzel meglepődni. Tehát, hogy én ezért nem értem, hogy valakinek ez nem esik le. Nem egyenlő bánásmódhatósághoz kéne menni, hanem elgondolkodni azon, hogy hát igen, lehet, hogy az elmúlt X évben tök egyensúlyozatlan voltam. Hogy lehet, hogy nem kellett volna annyiszor támadni a jobb oldalt, vagy annyiszor belebújni a bal oldal ágyába, és akkor lehet, hogy ez egy kicsit így ki lenne egyensúlyozva, és akkor nem lenne ez a probléma. Ugyanakkor mindenkinek joga van azt mondani, hogy nem. Te is okkal mondhatod a Zsolt valakinek, hogy nem akarsz valamit, nem szerepelsz, nem csinálsz, nem akarod, mert nem értesz vele egyet, ugye? Mert akár ideológiailag, bármilyen módon nem tudsz rá azonosulni, de azok után, ahogyan az elmúlt néhány évben éltél, minőségi munkát tettél le, normálisan, értelmesen csináld a dolgodat, nyilván sokan támadhatnak bármivel, de ahonnan elindultál, onnan, ahova eljutottál, ez példaértékű, csak közben van egy olyan hasítása az egésznek, ami, hát igen, benne van ez a baloldaliság, és ezt el kell fogadni, hogyha valaki ezt nem akarja támogatni, vagy ebben nem akar beleállni, vagy ettől fél esetleg. Nagyon fontos, hogy félhet attól, hogy ha te odamész és ott csinálsz esküvőt, akkor ennek milyen következménye lehet az ő üzletének a számára, akkor azt mondja, hogy nem. És ezért nem egyenlő bánásmódhatósághoz kell menni, hanem át kell gondolni a dolgokat. És nem hiszem el, hogy azok után, hogy megcsináltad a videót arról, hogy nem volt esküvői helyszín, ne jelentkezett volna 5-10 olyan baloldali, liberális tulajdonos, ahol szintén tökéletes helyszínek lettek volna. Ez megint egy provokáció, ez megint egy olyan helyzet, ami után megint majd lehet hőbörögni, hogy megint hogy bántak veled, vagy hogy bánnak, mit tudom én, a melegekkel, vagy nem tudom. Nem kell provokálni, hát most komolyan ez olyan, mint amikor a papnak költözve kimentek a melegek, érted, felvonulni a Pride-ra. Nekem a legjobb barátaim melegek, én nem vagyok az nyilvánvalóan három gyerekkel, de a legjobb barátaim azok. És ők nem tudod meg róluk, hogy meleg. Jó, nyilván észreveszed rá, te, hogy mozog, viselkedik, stb. De nem, kim kihívó, ahogy csinálja. Nem hívva fel magára a figyelmet, nem akarja beletolni kényszeresen a másik arcába, hogy ő milyen, és éppen ezért őt nem is bántja senki. Ahogy a legtöbb meleget nem bántja senki, mert nem akarom beletolni az arcodba, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok, ezért a több heterót se bántja senki. Úgyhogy ezen kell elgondolkodni. Szerintem, hogy ezeket a dolgokat kellene, vagy nem kell másod csinálni, mert végül, ha te ebbe hiszel, akkor ez rendben van. Csak el kell fogadni azt, hogy azok után, hogyha az ember hergel, provokál, akkor utána nem biztos, hogy mindenhol szeretni fogják. Ezt én is elfogadom, hogy a munkahelyem 80%-a mondjuk nem kedvel engem. Csak el kell fogadni, hogy mindennek következménye van. Ennyi. Ezen gondolkodtam ma, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy az embereknek legyen jogai, vannak kötelezettségei, legyenek lehetőségei, ne legyenek kirekesztve, csak az is fontos, hogy ha én ne legyek kirekesztve, akkor én is rekesztek ki másokat, vagy ha igen, akkor vállalja ennek a következményét. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!